Így pózolt kupájával az országos baleset helyszínelő verseny dobogó bérlő párosa, Cövek Csaba és Puklér András, akik már kétszer is meghódították a dobogó legfelső fokát, hiszen 2021-ben és 2022-ben is ők lettek az ország legjobb helyszínelői. Az ő sikerüknek köszönhetően idén Győrben rendezték a gyakorlati versenyt. A megszervezés oka az az, hogy valamennyi évben mindig más megyében kerül ez megrendezésre, és elsősorban a kollégák szakmai továbbképzése, épülése a cél, illetve az, hogy egy jó összekovácsoló erő is a kollégák között, hiszen az ország különböző részeiről érkező helyszínelők tapasztalatot is cserélnek egyben. Nagyon örülünk neki, hogy most Győr-Moson-Sopron vármegye rendezheti meg ezt a versenyt. A verseny során az egyetem melletti helyszínen egy olyan balesetnél kellett feladatokat megoldani, ahol egy mikrobusz illegális bevándorlókat szállított és nem állt meg a rendőröknek. Ennél a feladatnál pedig egy halálos tragédiát elemeztek a versenyzők, ahol az azonosítás menete is fontos kérdés volt. Összesen 38-an versenyeznek kedd és csütörtök között Győrben, ahol négy helyszínen például a kerékpáros és a vasúti szerencsétlenségeket is vizsgálták. A kollégák mennyire jól ismerik fel a helyzetet, mennyire rögzítik a releváns adatokat, nyomokat az adott helyszínen, ami egy későbbi, adott esetben bonyolult büntető vagy szabálysértési eljárás lefolytatásához szükséges lehet, hiszen az ügyintézők az itt készített anyagot kapják kézbe, és abból kell komoly döntést hozniuk, hogy hogyan tovább. A legtöbb balesetet megyénkben is a relatív gyorshajtás, az elsőbség megnemadása, az irányváltoztatás kanyarodásnál és az ittas vezetés okozza, de a számok szerencsére csökkentek. Szerencsére a tavalyi esztendőhöz képest csökkenő tendencia mutatkozik. Ebben a pillanatban 10%-kal kevesebb a baleset, mint tavaly hasonló időszakban személyisérüléssel járó. Ez egyébként a vármegyében olyan 700 körül mozog a személyisérüléses, de ezen túl még több ezer anyagi káros van, ami szintén helyszínelést igényel sok esetben. Szerencsére a halálos balesetek számában is csökkenés mutatkozik, ugyanis korábbi években, tehát egy 5-10 évre visszamenőleg tekintve olyan 40 körüli volt a halálos balesetek száma, mostanra ez olyan 20 körüliben megáll, de továbbra is szeretnénk ezt csökkenteni, hiszen az lenne jó, ha egy sem történne. A verseny eredmény hirdetése csütörtökön lesz.